Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket! Az a szerencse ért engem, hogy részese lehettem egy fantasztikus történetnek, amit így karácsonyhoz közeledve advent idején szívesen megosztok veletek, mert szerintem legalábbis szívet melengető. Az történt, hogy megjelent ugye az új könyvem ősszel, Aki vagy te, aminek a végén hosszan írok Annáról, Anna a gyerekkori életeseményeiről. És volt egy hölgy, aki olvasta a könyvet, és nagyon megérintették őt ezek a fordulatok, ezek az események, amik történtek Annával. Különösen egy olyan története, ami arról szólt, hogy Anna gyűjtögetett ilyen kis címkéket egy termékből, beküldte egy játékba, ahol garantált ajándék volt a gyerekeknek, egy ilyen plüss állatkát lehetett kapni, és Anna hihetetlen lelkesedéssel vágyott erre a kis nyuszira, amit a játékban ígértek neki, és édesapját kérte meg, hogy adja föl az általa megcímzett, elkészített borítékot. És édesapja minden nap mondta neki, hogy majd holnap feladom, de aztán a határidőhöz közeledve Anna sürgette a postázást, és édesapja azt mondta, hogy már feladta. És Anna várta, minden nap várta a postást, hogy hozzák a kis ajándék nyusziát, és nem érkezett meg. Ez óriási törést okozott benne, nagyon nagy csalódás volt ez számára. Nem értette, hogy miért ő az, aki nem kapja meg ezt az ajándékot. És édesapja el is hessegette ezt valamivel, hogy biztos kifogyott a készlet, de igazán akkor vett szomorú fordulatot ez a történet, amikor néhány hónappal később az édesapja kért valamit a kabátja zsebéből, és Anna megtalálta oda begyűrve ezt a borítékot, tehát kiderült számára, hogy soha nem adta azt fel az édesapja. És amikor ez a kedves hölgy olvasta ezeket a sorokat, akkor ő rájött arra, hogy bár eltelt azóta 20-25 év, de neki van lehetősége arra, hogy beszerezze a cégtől ezt a kis plusz nyuszikát, amit akkor megkaphatott volna Anna, és megkérdezett engem, hogy el tudom-e jutatni Annának, és természetesen igen, úgyhogy ő ezt elpostázta nekem, én pedig tovább küldtem Annának. És amiért ez számomra varázslatos, az az, hogy annyira jó ezt látni, hogy vannak emberek, akik tényleg mindenfajta előny nélkül, pusztán jó akaratból egy olyan embernek szeretnének jó érzéseket okozni, akit soha életükben nem láttak, nem is fognak látni valószínűleg. Egyszerűen csak megjelent bennük, hogy miért ne adnám ezt oda, hogyha ez ennyire fontos lehet valakinek, és utána járnak ennek, dobozba rakják, becsomagolják, megcímzik, postára mennek, tehát hogy erőfeszítést tesznek ebbe bele, időt fordítanak arra, hogy egy számukra idegen embernek örömet okozzanak. Ez szerintem fantasztikus. Ez az a dolog, amit soha nem szabad elfelejtenünk, nem szabad ezt a jó indulatot soha zárójelbe tenni, mert azt gondolom, hogy legalább annyi örömet okoz az adónak, mint a fogadónak. És ami természetesen ebben különösen fölkavaró volt számomra, az az, hogy tudtam, hogy mennyire sokat fog jelenteni ez Annának. Most persze sokan mondhatják, hogy hagyjuk már ezt a marhaságot, hogy egy plusz állatkáról beszélünk, de talán értitek, hogy egy gyermek lelkével kell gondolkodni, aki végtelenül vágyott erre, aki erőfeszítést tett abba, hogy valahogy közelebb kerüljön ehhez az ajándékhoz. Neki ez nagyon-nagyon fontos volt akkor, és annyira aranyos volt Anna, mert készített nekem egy videót erről egyébként, ahogy kibontja a csomagot, és meglátja ezt a meglepetést, és hát nem árulok el titkot, hogy voltak könnyek, mindkét oldalon egyébként, mert nem lehetett könnyek nélkül végignézni azt a fajta örömöt és meghatottságot, amit ő érzett ennek kapcsán. Ráadásul annyira fantasztikus, hogy advent második vasárnapján kaptam meg ezt a csomagot, valaki átvette a hajoltom, és akkor ezért pont vasárnap érkezett meg, ugye, ha már a gyertyagyújtásban gondolkodunk, akkor a remény napján, ha jók az ismereteim, szóval, hogy annyira szép és szimbolikus volt az egész, és tényleg visszaadott neki valamiféle hitet azzal kapcsolatban, hogy ráfigyelnek, hogy ő fontos lehet valakinek, még akkor is, hogyha ezt egy számára idegen embertől kapta meg. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert néha nem is tudjuk, hogy egy apró gesztussal mekkora örömet okozunk a másik oldalon. Ezt nem mi tudjuk eldönteni, hogy a másiknak az mennyire sokat jelent, hanem mindig csak az a fél, aki
aki arra aztán érzelmileg reagál. Úgyhogy számomra ez egy ilyen varázslatos, csodaszerű karácsonyi történetté alakult, egy igazi jó indulatról szóló dolog az egyik oldalon, egy gyermeki meghatottságról a másikon, és tényleg azt gondolom, hogy ebben a legfontosabb dolog az egymásra fordított figyelem, hogy odafigyelsz valakire, látjátok, még egy idegenre is lehet, és megérzed azt, hogy mi az, amivel neki tényleg örömet okoznál, mi az, ami neki igazán fontos lehet, sokkal fontosabb, mint bármilyen drága marhaság, amiket meg lehet vásárolni, hanem valami olyan, ami számára tényleg elárasztja szeretettel, tehát számára egy különleges értékkel bír. Úgyhogy remélem, hogy átérzitek azt, amit én is átérzek ennek a történetnek a kapcsán. Mondom, lehet, hogy nektek nem tűnik akkora dolognak, nekem mérhetetlen jó érzéseket adott ez, hogy milyen jó, hogy ilyenek vannak még a világban. Úgyhogy maradjatok ti is ilyenek, adjatok nagyon sok mindent egymásnak, gesztust, kedvességet, vagy csak egy mosolyt, de soha nem tudhatjátok, hogy a másik oldalon ez mekkora csodával ér fel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!